Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a rák jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra is a lehetőség, hogy kért tőlem, mint egy személyes havi jóslás, a díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, a közeledben megjelenik ez a férfi, jelenteti a lelki társadat, persze ez a férfi utal a férfiakra is. A fejetek fölött lévő kártya jelenti a gondolatokat. Nála, de nálad is megjelenik a kereszt. Ez erősíti a hitet. Azon kívül jelent egy találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik. Sőt, azt is jelentheti, hogy az első találkozás nem volt véletlen, itt lehet kettőtök között egy kármikus kapcsolat. Amit a kereszt még jelent, hogy te is, meg ő is, mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt fontos döntésekről lesz szó, sőt, itt a gólya jelenti a változásokat is. És most megtekintjük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét február hónapban itt látható. Ez a torony jelentheti azt, hogy szeretnél megnagyobbítani valamit. Mellette megjelenik a virágcsokor, ez lehet egy kreatív tevékenység, ami majd pénzt hoz. De februárban ezt indítani vagy megnagyobbítani nem a megfelelő időpont, hiszen ezt mutatja itt ez a ravasz róka. Ez egy rossz döntés lenne jelenleg. Amit ez a torony még jelenthet, a korlátozásokat. És itt lehet a környezetedben egy hamis személy, aki akadályozni akar téged. De lezárod ezt a kapcsolatot, mert itt van ez a kasza, illetve sarló, ami elvágja ezeket az eseményeket, vagy elvágja ezt a kapcsolatot. Ez a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, félelmeket, vagy bizonytalanságokat, de ezt is eltávolítja a kasza úgy, hogy majd lesz bizalom, és majd később lesz egy új kezdet, ez eltarthat úgy tavaszig. Itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, egy meghívás, és ez kihat az anyagiakra, meg az értékekre is. Ezek az értékek lehetnek belső értékek is, hogy valaki számára fontos vagy, és meglep téged, megajándékoz téged, vagy lesz egy meghívás. Itt a hold az jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket, sőt, egysorban a gólyával ez jelenthet egy kisbabának a születését is. Lehet, hogy nem nálatok, hanem valahol ott a környezetben, vagy a családban, és akkor jön majd ez a hír. Ez a levél jelenthet egy hírt, vagy szerződéseket, és a kutya természetesen utalhat a házi állatokra is, kutyára, vagy cicára, de jelenti a barátságokat, meg jelenti a hűséget is. Itt lesznek fontos döntések, egy új irány és változások. Második hét, február hónapban itt látható. Ez a hamisság eltűnik, hiszen a kasza ezt elvágja. És itt van a nyilvánosság, megjelensz a nyilvánosságon, itt kisüt a nap, meg van a kisugárzásod,
mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, és itt a kígyó jelentheti a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt, de gyakran utal egy hölgyre. És a koporsó a kígyó mellett vagy azt jelenti, hogy egy bizonyos kapcsolat lezárul, vagy egy régi barátság tér vissza, valaki jelentkezik a múltból. Itt van a szerencse, hiszen ez a kártya a csillagokat jelenti, és a csillagok szerencsét hoznak, mutatja a bizalmat is, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillag képekben meg van írva. Ő is biztos a dolgában. Harmadik hét, február hónapban, itt látható. Ez a kártya jelenti a vitákat, a veszekedéseket, a félreértéseket, itt a felhő, olyan dolgokat, ami átláthatatlan, de szerencsére az egerek szorgalmasan dolgoznak itt. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik a félreértéseket és a felhőt is. Ez a kép a fát jelenti, tehát itt megvan a gyógyító erő, a biztonság érzete, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. Itt a fa jelenti a gyógyító erőt is, vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és akkor lesz egy változás, egy új kezdet, megkapod az elismerést, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Itt látható a szerencse. Ez a szerencse eltarthat április hónapig, de lesz új kezdet, mutatja a kislány, itt van a remény, ez a csónak jelenti az utazásokat, külföldi kapcsolatokat, ez lehet egy belső út és egy lelki kapcsolat kettőtök között, hiszen itt megjelenik a szeretet, meg a szerelem. Te jól látod a dolgokat, rendezni fogod mindezt, és gondolsz erre a férfire, ő is döntéseket fog hozni. Utolsó hét, február hónapban az egerek segítenek, ez a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy szerződéseket. Azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád, lesz egy új irány, egy új kezdet, itt az utak jelentik a döntéseket, vagy valaki útban van hozzád, meg akar látogatni téged, hiszen itt van a ház, az otthonod, és a madarak jelentik a beszélgetéseket. Kezedbe veszed a kulcsot, és intézkedni fogsz. Bizonyos dolgokat lezársz ezzel a kulccsal, egy időben kinyílik egy új ajtó, ezek lehetnek lehetőségek is. Mivel a kulcs itt van a ház mellett, ez lehet egy költözködés is, hogy itt megkapod a kulcsot a lakáshoz, vagy ehhez a házhoz. Tehát lesz egy új otthon, változások. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!